Igen, ebben a formában igaz. Megnyertük a idei Pannon Bormustra legszebb, illetve legkiemelkedőbb bor díját, és örülök, hogy itt lehetek, és jelenleg, amit hoztunk is a kínálatunkból, az egyetlen egy fehérünk, az a Chardonnay, aki már többé-kevésbé kóstolható volt, illetve a küvé sorozat tagjai, ami nem mások, mint prím számokat kaptak. Ugye Sauska úr kint él Amerikában, egy magyar származású úriember, Sombereken született, és ezért is van a borászatunk éppen itt Villányban, és 2003-ban kezdődött, de elkezdtük vásárolgatni így együtt a birtokigazgató úrral a területeket. Jelenleg 90 hektárunk van a villányi borvidéken, ebből 68 hektár a mi terem. Nagyobb düllőkben is, mint például Kopáron, Ördögárokban 10-10 hektár található, és a legnagyobb minőségre törekszünk, úgymond bármi áron. Ez azt jelenti, hogy tőkénként maximum 4-5 fürtöt hagyunk, nem egész 1 kg terheléssel dolgozunk, és utána egy egyenkénti bogyó fürtválogatás követi minden egyes gyümölcsöt, ami egy nagyon nagy időigényes munka, kb. 30 ember dolgozik nap mint nap, és így hozzuk be az összes szöllőt, és utána egy irányított terjesztéssel, egy borékhordós érleléssel kerül a palacba. Amit ma kóstolhatunk, amit említettem is, egy 2007-es Chardonnay, a Makár düllő válogatása. Egy 11,5 hónapig volt barikhordóban, maga must is ott ford le. Ez a válogatás a Chardonnayból 1200 palac készül egy évbe. A következő a vörösborokból, ahogy mondtam, prímszámok, és a 13-as prímszámmal indul, ami egy 60%-ban Syrah, 25%-ban Sauvignon és 15 fran. Egy másfél hónapig volt barikhordóban, egy könnyű, gyümölcsös borról beszélünk, amit most került ki a piacra. Ugye a borainknak a kizárólagos partnere a Budapest Bortársaság, főleg pesti értékesítés történik, és elmondható, hogy az összpalacszám kb. 160 ezer palack is jelenleg kizárólagosan Magyarországon kerül forgalomba. És az utolsó bor a vörösborokból a Cuvée 7-es, mint csúcsborunk hoztam ide. Egy 18 hónapig barikhordóban érlelt egyharmados küvé, ha mondhatnám, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc és Merlot, ami egy szüretlen, derítetlen bor, 2006-ból, ugye ez a borászatunknak az első évjárata. Úgyhogy nagyon szívesen látok mindenkit a kis asztalnál, és megmutatnám a borokat jegyesével. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, én már kóstoltam kiváló borokat, és akkor tisztelettel köszöntöm a kedves vendégek között előadóinkat. Elsőként engedjék meg, hogy Pokorny Zoltán urat, részben mint házigazdát is, a kerületnek a polgármesterét, és akinek a jó voltából voltunk korábban a MOM Kultúrotthonban, és vagyunk most itt a MOM Kultúrház átépítése miatt vagyunk itt a Barabás villában. Neki köszönhetjük azt, hogy a szükös körülményeinket figyelembe véve mi térítésmentesen vagyunk itt, a költségeket persze téríteni kell. Köszöntöm professzor urat, Ámori Józsefet, a Magyar Tudományos Akadémiai Tagját és Tulasai Tivadar urat, a Orvosi Egyetem rektorát, ők lesznek a vitaindítók, kezdődjék akkor a mai est. Bot Péter Ákos, szokás szerint a vitavezetőnk. Hölgyeim és uraim, a legutóbbi alkalommal a menedzsment tudásról volt szó, nagyon izgalmas, értékes vita volt. Olyan tudás, amely része a nemzeti vagyonnak, mindenki ezzel egyetértett, hiszen aki új ebben a társaságban, talán nem gondolta végig, de mi már ebben a logikában vitatkozunk egy ideje, miszerint vannak fizikai vagyontárgyak, pénzügyi vagyontárgyak, és vannak nehezebben megfogható vagyonelemek egy ország életében, és nyilván a kultúra, a szellemi tudás is ilyen. Így vitatkoztunk az önkormányzati vagyonról, de a vízvagyonról is, a sportvagyonról, és nem is tudom, végigmentünk egy sor nagyon fontos életterülete. Eljutottunk odáig, hogy most a kultúrát vettük górcső alá, és annak is a két nagy ágát, és azért is gondoltuk, hogy ez egy kiváló vita téma arra, hogy a társaságban
személyesen is képviselt különböző szakmai kultúráknak az ütköztetését elvégezzük. De nem az ütköztetés a legfontosabb nekünk, hanem szeretnénk tisztán látni abban, hogy a mai magyar valóságban, a mai magyar társadalomban hogyan is állunk ezekkel a tudás és kultúra elemekkel. Amint legutóbbi vitánkon elhangzott, dicsérő és kritikai álláspontunk volt például a menedzsment tudásról, el tudom képzelni, hogy nagy hírű és tapasztalt előadóink is árnyalképet fognak adni az általuk átfogott területről. Technikailag csak annyit, hogy felvétel készül a rendezvényről, hang- és képfelvétel, ha önök ezzel hozzájárulnak, és ez azért is jó, mert utána ez hozzáférhető lesz szélesebb körben. Ugye itt elférünk 60-80-an, és az a téma, amit most meg akarunk vitatni, sokkal tágabb közönség elé illik. A végén, amikor lezárul a vita, és kimegyünk borozni, ugye az a vége, amit már tudják, és nem titok. De még utána a végén készül majd egy összefoglaló, melyet a társaságnak a vezetősége kiizzad magából, és amint látják, az önálló életet él, szokták idézni, a médiában bekerül. Úgyhogy hasznosulnak a gondolatok, miután nagyon sok hozzászólás szokott lenni, arra kérem az előadóinkat, hogy ne előadást tartsanak, hanem egy vitaindítót, tehát ilyen 10-15 perc maximum, és szánjanak akkor időt arra, hogy maradjon időnk arra, hogy a kérdésekre tudjanak reagálni, egymásra tudjanak reagálni, és ha van még egy kör, akkor lehet kicsit terelni a gondolatokat, mert nagyon tág ez a téma, és hát az ember nem tudja előre, hogy pontosan milyen irányba fog elmenni. Ami a sorrendet illeti, itt ha nincs valami más szempont, akkor a meghirdetett sorrend szerint, akkor Hámori professzor úr kérdezi, szó lehet ülve, lehet állva, ahogy kényelmesebb.